Első helyezést ért el a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata az Országos Elsősegélynyújtás ismereti verseny döntőjén egészségügyi kategóriában. Velük és felkészítő tanárukkal beszélgettünk az iskolában. Február környékén írják ki a versenyt, és arra kell nevezni. Többféle kategória van általános iskolás kategória, középiskolás, meg egészségügyi, ugye mi ebben nevezünk. Így országos verseny, úgyhogy az országból minden, hát ahol neveznek ott egészségügyi iskolákból ebbe a kategóriába. És utána három internetes forduló következik, mindig a hónap elején küldik a feladatsorokat. Ebben vannak anatómiai kérdések, belgyógyászati kérdések, illetve hát az elsősegélynyújtása zöme, és általában szituációs feladatok a legtöbb, hogy mit csinálnának abban a helyzetben, hogy pozícionálnák a beteget, hogyan döntenének, szóval ilyen jellegű feladatok, és akkor pár nap alatt, tehát azt mondom, egy nap alatt kijavítják, és akkor egy rangsor alakul ki az első forduló után, második, harmadik forduló után, és akkor utána kerülnek a döntő, mindig meghatározzák, hogy hány csapat kerül be ebből a döntőbe. Összesen ugye, 30 csapat volt körülbelül egészségügyi kategóriák, és akkor utána Pesten van maga a döntő. A döntő az elméleti feladatsor mellett balesetszimulációs gyakorlatokból állt. Laura, Tirza és Zsófia ezek közül a nyomókötést és az újraélesztést tanította meg nekem, kisebb-nagyobb sikerrel. Ezután a versenyen szerzett élményeikről is meséltek. Két napos volt a verseny, első nap oda mentünk, leregisztráltunk, pólót kaptunk, meg ilyenek, és volt egy 45 perces teszt, utána ezek a basic life support gyakorlatok voltak, ugye ezek az alapvető kötelező gyakorlatok. Kötözéseket kértek rajtunk számon, meg fektetéseket, amit ugye le is pontoztak, és másnap voltak reggel 8-tól kb. Ilyen 1:30-ig a szituációs gyakorlatok, 14 darab állomás volt. Olyan, hogy egy sérült volt, sosem volt, mindig kettő vagy annál több. Kocsis szituáció volt, amikor ugye több sérült volt, hárman voltunk csak, és tényleg több sérült volt, oda kellett figyelni, hogy kit látunk el először, kinek van súlyosabb sérülése. Nekem ez volt az, ami nehéz volt. Igen, például volt, aki elfutott teljesen, és utána kellett menni, hogy akkor ő most hol van, és így nehéz volt tényleg, hogy elment, de hát nagyon előfordulhat ilyen szituáció élőbe is, tehát nagyon valóságos volt. Tényleg nagyon sokat gyakoroltunk rá, és azért így jól esett, hogy akkor ez a sok munka így kifizetődik. Tehát hát gondoltuk, hogy azért így az első háromban így benne leszünk, de hogy így pont az elsők azért meglepett minket, és nagyon örültünk neki. A lányok tehát kihozták magukból a maximumot, így kifizetődött az a rengeteg tanulás. Felkészítő tanáruk, az iskola, és azt hiszem, mi mindannyian büszkék lehetünk rájuk.